Sziasztok, Lány Zsófi vagyok, a MAFORSZ elnökségének egyik tagja. Nagyon fontosnak tartjuk a szektor képviseletében, hogy kiálljunk az egészséges életmód, az egészséges étkezés és az átlagember mozgása mellett. Hiszen nem mindenki teheti meg azt, hogy elmenjenek napi szinten mozogni. 8 órával eltöltött munka, gyereknevelés mellett, akár ezt otthon végzik, akár az irodákban. Szükségük van arra, hogy ki tudjanak kapcsolódni, és ezt egy mozgás formájában tehessék meg. A szektorunk képviseletében úgy érezzük, hogy nem vagyunk gócpont, hiszen nagyon odafigyelünk arra, hogy takarítás folyamatosan legyen fertőtlenítéssel, és az emberek is egyébként egyértelműen odafigyelnek arra, hogy ezeket az eszközöket, amiket biztosítunk számukra, használják. A megelőzés a fontos. Az, hogy figyeljünk oda a táplálkozásra, hogy tényleg próbáljunk belecsempészni a mindennapokba egy kis mozgást. Én azt hallom, mint a téli görögök, épp testben, épp lélek. Tehát a tudásunkért megdolgozunk, tanulunk, a testi-lelki egészségünkért pedig sportolni kell. Ugye sokan félreértik azt, hogy a sporttól nem csak az erőnk növekszik, hanem az immunrendszerünk is erősödik. Tehát ez a legfontosabb dolog most a vírus idején, hogy mindenki sportoljon és egészségesen étkezzen. Én, mint cukorbeteg, 45 évesen átmentem úgy a víruson, hogy úgy tudtam meg, hogy átment rajtam, hogy leteszteltem, nem volt tünete. Természetesen nem mindenkinek ilyen, viszont sokkal jobban tudunk felkészülni a betegségre úgy, hogy sportolunk, egészségesen eszünk, mint aki nem csinál semmit. Úgyhogy mindenkit kérek, hogy sportoljon. Dr. Kovács Eszter vagyok, szülész-nőgyógyász, illetve aerobik sportedzői végzettségem is van. Hobbi szinten csoportos órákat tartottam a járvány előtt. A járvány kapcsán azt figyeltük meg, hogy a krónikus betegségek rontják a betegség kimenetelét. A rendszeres testmozgás hozzájárul immunrendszerünk erősítéséhez, és a krónikus betegségek, mint a magas vérnyomás, cukorbetegség elhízás megelőzéséhez. Ezért fontosnak tartom, hogy amennyiben már biztonságosá válik a fitnesstermek újranyitása, újból kinyissák kapuikat. Ennek kapcsán fontosnak tartom, hogy minél többen beoltassuk magunkat. A népesség átoltottsága biztonságosá teszi ennek az újranyitásnak a lehetőségét.